hozzáférhetővé, érthetővé, és olyan dolgát tegyük a gyerekek számára, hogy ők ezt alkotó elemként is fel tudják használni. Horváth Ádám a ma megnyitott új digitális tudást központban elérhető lehetőségekről mesélt az érdeklődőknek a Rákóczi utca 14 szám alatt. Robotok, 3D nyomtatók üzemeltek folyamatosan a megnyitó tiszteletére, miközben bárki kipróbálhatta a mozgásérzékelő szenzorokkal ellátott számítógépeket, vagy akár a 3D VR szemüvegeket is. A központ azonban jóval több, mint egy szimpla bemutatóterem. Amikor látjuk a hihetetlen technológiai fejlődést és a csúcs technológiai gazdaság fejlődését, az ipar fejlődését a városban, amely világra szóló, azt gondolom, hogy nekünk is fel kell zárkóznunk hozzá, és örülök neki, hogy a Digitális Jólét Központ az országos 6 helyszín közé beemelte Kecskemétet is, és egy olyan hiper-szuper eszköz felszereléssel, berendezésekkel, high-tech kiegészítőkkel láttak el bennünket, amelyek azt gondolom, hogy méltán versenybe kelnek azokkal a high-tech ipari megmunkálókkal, akik itt vannak a városunkban, de hát örülök neki, hogy azért a fiatalokat is meg tudjuk ezen keresztül szólítani, hiszen tudjuk nagyon jó mi szülők, hogy a kütyünk keresztül éljük el az ő világukat ma már, és a kütyükből valahogy el kell, hogy érjük a világukat. Hát itt egy olyan új hely jön létre, egy olyan új közösségi pont, amely nagyon sok szélű, nagyon sok lehetőséget biztosít, és a fiataljainknak egy stabil jövőt, egy stabil kiegészítő kompetenciát, egy stabil lehetőséget, közösségépítést, akár munkahelyteremtésben, a jövő építésében egy kiváló központi helyszín. A Digitális Jólét Program hálózatában működő központok mintájára megnyíló digitális tudásközpontok lehetőséget nyújtanak az érdeklődők számára a technológiákkal való megismerkedésre és azok használatának elsajátítására. Kecskemét komoly gazdasági fejlődésen megy keresztül, ami a gyártás technológia rohamléptekben történő fejlesztésével jár. A legszűkebb keresztmetszet az a képzett munkaerő. Ezek komoly problémát okoznak a további fejlődésbe is. A képzett munkaerőhöz viszont intelligens emberekre van szükség, akik képesek használni a 21. század eszközeit, és ezt már gyerekkorban el kell kezdeni tanulni. Ez a digitális központ erre nagyon jó, hogy hozzászoktak, megtanulják azokat készségszinten használni azokat az eszközöket, amelyek később az oktatás rendszerben is kell majd hasznosítaniuk, illetve hát a munkában is. Kecskemét a 6. helyszín az országban, ahol megnyitott a kapuit a digitális tudásközpont. A közösségi és oktatótér létrehozásával az adott régióban működő köznevelési és szakképző intézmények, civil szervezetek, felsőoktatási intézmények számára lehetőség nyílik a kompetenciafejlesztő foglalkozások, képzések, szakkörök és pedagógusi továbbképzések megvalósítására. Délelőttönként jellemzően iskolai csoportokat várunk pedagógusokkal, és számukra fogunk tartani foglalkozásokat, műhely foglalkozásokat. Délután szintén ezekre a foglalkozásokra egyébként előzetesen kell bejelentkezni, ezeket koordináljuk, hangoljuk össze, hogy ki mikor tud jönni, és akkor a későbbi délutáni időpontokban már a nagy közönség számára is ingyenesen, bárki számára megtekinthető, kipróbálhatók azok az eszközök, amelyeket itt prezentálni tudunk, illetve hétvégén, szombaton délelőttönként is nyitva leszünk, akkor is a nagy közönség számára, és fontos azt hangsúlyozni, hogy valóban ezek ingyenesen látogatható események lesznek. A tervek szerint még a Cédusnet hálóján belül aktívan résztvevő idősek számára is szerveznek majd képzéseket, így az új központ minden korosztály számára hasznos lehet a jövőben.